10. alkalommal rendezte meg utánpótlás tornáját a Nyíregyházi Kosárlabda Klub, ezen belül 3. alkalommal volt nemzetközi az esemény. A házigazda NKK ötvös mellett 4 hazai akadémia képviselői, valamint Romániából, Szlovákiából és Szerbiából érkező U16-os együttesek léptek pályára a Vessik és a Bánki torna csarnokában. A házigazdák a mérkőzések mellett egyéb programokat is szerveztek a fiatalok számára. Nagyon magas szintű mérkőzéseket láthattunk, gyakorlatilag a magyar kosárlabda korosztályos elitje volt itt, hiszen 4 akadémiai csapat volt itt, akik nagyon magas színvonalon kosárlabdáztak, de még tőlük is jobbak voltak az a 2 külföldi csapat, aki most a döntőt játszani. Nagyon meg vagyok elégedve, szerintem ez egy igen erős torna volt. 2 terembe bonyolítottuk le a mérkőzéseket, 2 csoportba, minden nap minden csapat csak egy mérkőzést játszott, mert arra vigyáztunk, hogy ne legyenek túlterhelve a gyerekek, közben megismerjék Nyíregyházán azokat a látnivalókat, amiket feltétlen meg kell nézni, és hogy mindenki a legjobb előben tudjon minden mérkőzésen teljesíteni. Makrai László szerint fontos, hogy a magyar fiatalok más kosárlabda kultúrát képviselő együttesekkel is összemérjék tudásukat. Szerintem minden edző, meg minden csapatvezető most ezt leszűrheti, hogy a következő korosztályban, ami már felnőtt kosárlabda előszabálya 18 éves, ki milyen állapotban van, ki milyen tudással rendelkezik, ezért is jó az ilyen torna, amikor külföldi csapatokkal találkozhatnak a magyar kosárlabdázók, mert összemérhetik azt az erőt, azt a felkészültséget, amit itthon nem látnak. A tornát a Nagyvárad csapata nyerte, miután a döntőben 5 ponttal legyőzte a szlovákiai X-Rasvit együttesét, a 3. helyen a PVSK, a 4. pedig a budapesti Honvéd végzett. Az 5. Debrecen és a 6. Nyíregyházi sportcentrum mögött 7. lett az NKK 5-ös, a 8. hely pedig a szerb Monte Brusas csapatának jutott.